A Szociális Szolgálat Levendula Idősek Klubjában március 19-én este 17:30-kor demens betegek hozzátartozóinak tartanak tájékoztató beszélgetést. A demenciáról sajnos még mindig nagyon keveset tudnak. Sajnos az orvosi rendelőkben nincs rá idő, az orvos elmondja, hogy mi a baj, és ezzel egyedül marad a hozzátartozó, nincs, akihez forduljon. El szeretném mondani egyáltalán, mi ez a demencia. El szeretném mondani, hogy mibe tudunk mi segíteni, hova tudnak ők fordulni. És rengeteg kérdést feltehetnek, amire nem biztos, hogy mi fogunk válaszolni, hanem tapasztalat útján ők is egymás közt meg tudják ezt beszélni. A demencia 90 éves kor felett minden harmadik embert érintő betegségnek számít Magyarországon. A leggyakoribb tünetek a következők. Hogy tegnap találkozott például egy ismerőssel, és teljesen kiesik, és ez nem csak egyszer, hanem gyakran előfordul. Szokatlan helyre tesz tárgyakat. Ha megbeszélnek egy találkozót, többször is nem megy el. Tehát, hogy ilyenekre oda kell figyelni. Egyrészt azért is, mert hogy nem biztos, hogy csak demencia áll a háttérben. Lehet más betegség. Egy sima kiszáradástól is lehetnek ilyen tünetek, amit viszont azonnal orvosolni kell, mert hogy nagyobb bajt is tud okozni. Az Integrált Levendula Idősek Klubjában szakemberek foglalkoznak a szépkorúakkal és a demens betegekkel.